Voltam többször, harmadik mérkőzésen vagyunk túl, az eddigi, hogy éppen egy fiatal páros, fiatal harcosok küzdöttek, nagyon nagy tehetségek, ügyesek, egy pár év és ott lesz a helyük a nemzetközi porondon is, és én bízom benne, hogy ugye vendégként vagyok itt, de lesz Pokorni Ádám, kempó mesterünk, aki a szövetségünk tagja, a főmérkőzés előtt lesz egy mérkőzése Vidákovics Patrikkal, és bízom benne, hogy győzni jött ide, én meg szurkolok neki és az összes harcosnak. Gondolom ez is a lényege ennek a kezdeményezésnek, hogy sok fiatal meg tudja mutatni magát ezeken a gálákon. Így van, nagyon fontos az utánpótlás, mert mindig a fiataloké a jövő, és az utánpótlási a jövő, és ők a jövő reménységei. És bízom benne, hogy ezek a srácok, akik itt vannak, és itt megmutatják magukat a Thai Box és a K1 szabályrendszereibe, a későbbiekben nagy gálákon, nemzetközi porondokon is méltón tudják képviselni Magyarországot.
nagyon sokat készültem erre a mérkőzésre, és hát szerencsére éreztem, hogy jó pozícióban vagyok, nagyon sokat gyakoroltuk Rehákmesterrel az elmozgásokat, ezúton szeretném is megköszönni neki, Rehák György mesternek, illetve Albert Bettinek, aki a személyedzőm, és nagyon jól éreztem magam a ringben. Végre úgy érzem, hogy kijön az a sok munka, amit sikerült beletenni. Azért sokáig bírta az ellenfeled, elég sokszor kellett rászámolni. Igen, nagyon-nagyon kemény feje volt a srác, gratulálok neki, és köszönöm szépen a mérkőzést. Örülök, hogy be tudtam fejezni idő előtt. Jó. Erre készültél? Hát nem így készültem, úgy voltam vele, hogy majd meglátjuk, hogy próbálok irányítani, és hogyha adódik lehetőség, befejezem, de nem gondoltam, hogy ilyen hamar lenne. Hogy volt ez az első ütés kombináció, amikor először kellett rászámolni? Hát ha szerintem egy térdes volt fejre, egy ugró térdes volt, és az volt az első. Honnan merítettél a végén még plusz energiákat? Mindenképpen arra gondoltam ilyenkor, hogy az edzésen sokkal voltam ennél fáradtabb, illetve érzetben nyilván más az, amikor visszadolgoznak. A paus és zsákos edzések nagyon-nagyon sokat segítettek, és ezúttal is szeretném megköszönni a hátam mögött álló mesteremnek, Szentszer Pokoni Gábornak. Patrik nagyon-nagyon rutinos bunyós, mind belföldön, mind külföldön, és neves K1-harcosokat győzött már le, pedig profi szabályrendszerben is. Milyen volt a hangulat? Nagyon jó volt, és köszönöm a kilátogató barátaimnak, ismerőseimnek. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jó hangulatot csináltak, illetve ugyanígy a másik oldalú Patrik ismerőse is, és a pártatlan nézők is. Fontos hagyományt sikerült ezzel elindítani, egyik ugye, hogy Kató Mihályról méltóképpen emlékezzünk meg, hiszen a magyar küzdősport társadalomnak egy feledhetetlen tagja volt. A másik pedig a mesterek csatája, ahol ugye a idézőjelbe teszem, idősebb korosztály méretteti meg magát, de hát ahogy korábban is láttuk, a fiatalokat is megszégyenítő teljesítményt tudnak az asztalra letenni, de nem szabad ám leírni a nagy rutinos öregeket, én úgy gondolom, hogy ma is egy nagyon jó mérkőzés lesz. A Jóni Dudok meccs előtt nagyon titokzatos volt, hogy kinek szurkolsz, most mennyire mered elárulni? Most jobban, könnyebb helyzetben vagyok, ugye, hiszen Erdős urat ismerem, az ellenfelet Hajdú Gábor urat nem névről, igen, de személyesen nem, úgyhogy én most a tájvándosok oldalára tenném le a voksomat. Hölgyeim és uraim, a kék sorokban Hajdú
furcsa mérkőzés volt így nyilván, hogy értékeled összességében? Nem volt furcsa mérkőzés, számítottam a nagy erőre, nagyon erős a Hajdú Gábor, és számítottunk erre a rohamra, számítottam erre, hogy erős rugásokkal fog jönni, erős technikákkal, ki kellett várjam. Én a harmadik menetben szerettem volna beindulni, éppen elkezdődött ez a folyamat, amikor ugye vége lett ennek az egésznek, úgyhogy sok mindent nem tudtam mutatni, mert vége lett. Történt ott pontosan? Volt egy klincselés, amiben elestünk, ráestem, és akkor megsérült. De ez benne van ebbe a küzdősportba, ez is lehet egy technika, én nem erre terveztem, így sikerült. Boldog vagy azért? Hogy ne örülnék, hát lassan 50 éves vagyok, és most jutottam egyre egy ilyen profi címmérkőzésig, úgyhogy ezt már senki nem veszi el. Nagyon sikeresnek értékelem a mai esténket is, de 21. alkalommal sikerült a Teremharcművészeti Központnak a nagycsarnokát megtöltenünk, ugye ezúton is. Az első szó a köszöneté, köszönöm az edzőknek, a versenyzőknek, a közönségnek, és mindenkinek, aki segített a mai este sikeres lebonyolításában, mert valóban úgy gondolom, hogy 21. alkalommal is egy rendkívül jó rendezvényt sikerült tető alá hoznunk. A fő meccsek nagyon jól sikerültek, tehát azt gondolom, hogy hozták azt a színvonalat és azt a nívót, amit mindig is szeretünk hangsúlyozni. Az utolsó néhány meccs az valóban olyan meccs, ami akár nemzetközi porondon is megállja a helyét. És ahogy szoktuk mondani, hogy a fiatalok megint kitettek magukért, tehát szívvelélekkel küzdöttek a ringben, és fantasztikus csatákat vívtak egymással. Tökéletesen összefoglaltad, és én már csak a jövőről tudlak kérdezni, mik a tervek a következő hónapokra. Folytatjuk a rendezvényt, ahogy szoktuk mondani. Májusban egy új helyszínt szeretnénk letesztelni. Erről most még nem szeretnék nyilatkozni, de jövő héten, ha minden igaz, tette alá hozzuk a végleges tárgyalásokat, és akkor közzé fogjuk tenni majd nagy nyilvánosság előtt is. Egy exkluzívabb környezetet próbálunk most ki, és nagyon remélem, hogy mind a közönségnek, mind a harcosoknak, mind a harcosok klubját kedvelő barátainak tetszeni fog ez az új helyszín és ez az új millió.